Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Hát ennek a jelenlegi vitának az elhangzása során hallhattunk pró és kontra mindkét politikai oldalról, már hogy a Gyurcsány vezette és fémjezett bal oldalról, és a kormánypártok oldaláról is. Sokféle álláspontot, valamint önök kormánypárti képviselőtársaim ez a határozati javaslattal sok igazat és támogatható dolgot mondtak ki, ám bátor sok dolgot kihagytak belőle, éppen ezért jó magam és a Mi Hazánk frakció egy módosító javaslattal élt, amit reményeink szerint majd önök is tudnak támogatni, és abból tudnak átemelni dolgokat a konszenzus jegyében. Nekünk elsősorban nem az Unió, nem Ukrajna, nem Amerika és nem is Oroszország érdekeit kell védenünk, hanem nekünk elsősorban a magyar érdekeket kell védeni. Éppen ezért hallhattuk itt több kormánypárti képviselőtől is, hogy Kárpátalja és a Kárpát alján élő nemzettestvéreink milyen veszteségeket szenvednek el. Mégsem történt hathatós előrelépés és intézkedés annak érdekében a magyar külügy és a magyar kormány részéről, hogy ez a továbbiakban ne következhessen be, és hogy őket kell előképpen meg tudjuk védeni. Számunkra, mint minden nemzet számára viszont a sajátjainak a védelme a legfontosabb. Éppen ezért a Szabó Dezsői gondolattól élve, mivel minden magyar felelős minden magyarért, mi elsődlegesen ebben a katonai konfliktusban a Kárpátalján érő magyar kisebbséget szeretnénk védeni, hiszen hiába élnek magától a fronttól kellő távolságban, mégis igen nagy veszélynek vannak kitéve, mivel hajtóvadászat szerűen gyűjtik be a Kárpátalján még mindig ott maradt és nem elmenekült honfitársainkat, és viszik őket a húsdarálóba, az első sorba ágyú tölteléknek. Mi azt gondoljuk, hogy nekünk a magyar életek megvédése a legfontosabb, és hát végső soron nekünk azt kéne követelnünk az Európa Uniótól, hogy ne milliárdokkal és fegyverrel támogassák a szomszédunkban dúló háborút, hanem védjék meg a magyar kisebbséget. Köszönöm szépen a szót!